A reformok megindítói Széchenyi István és Veselényi Miklós. Ebben a videóban megnézzük Széchenyi István és Veselényi Miklós életét, megnézzük, hogy hogyan járultak hozzá a reformokhoz, és megnézzük, hogy hogyan kezdődik Magyarországon a reformkor. Gyertek, tartsatok velem, ígérem, mondok érdekességeket is. Széchenyi István és Veselényi Miklós. Széchenyi István 1791-ben Bécsben született, ugye magyar főnemes, magyar gróf, ugye a gróf az, a, az az egyik legmagasabb tisztsége fölött Magyarországon már csak a herceg van nagy ritkán voltak csak őrgrófok Magyarországon, alatta pedig a főnemesi tisztségek közül mondjuk a báró helyezkedik el, tehát ezek a főnemesi családok. Rendkívül kevés arisztokratikus főnemesi család van Magyarországon, tehát egy 25-30-nál egy idejűre nem nagyon beszélhetünk többről, természetesen nem csak egy-egy képviselője van egy családnak, de akkor is nagyon-nagyon szűk körb körben gondolkodhatunk. Ezek közé tartozik Széchenyi István is. Hát apai részről ugye Széchenyi Ferenc, aki nem így írta a nevét, mint ő, hanem két darab ével. Anyai részről pedig hát a festeticsekhez kapcsolódik, festetics György, az, aki a georgikonnak a megalkotásában vállalt elévűhetetlen szerepet. Tehát önmagában már a származása és a neveltetése is azt sugalta és azt vetítette előre, hogy sokat kell tennie a hazájáért. Egy 1803-ból fennmaradt levél, ami hát ugye 12 évesen írja az atyának, az édesapjának, abban abból öröméből, hogy ugye az apja létrehozta a Magyar Nemzeti Múzeumot, és ennek részeként elkezdett működni a saját gyűjteményéből álló, a ma országos Széchenyi könyvtárként ismert könyvtár. Ennek az, örömén, vagy ennek az örömén kapcsán írja az apjának a következőket. Édes kedves jó Noha én gyenge idő miatt nem is érdemlem meg a szép magyar könyvháznak lajstromait, és nem is tudhatom megítélni elegendően ennek a becsét, mégis adott az én kegyes atyám, hogy én is példáját valaha kövessem, és édes hazámnak boldogságát, amennyire tőlem kiterhet, előre mozdítsam fogok is iparkodni, jól tanulni is, hogy csak, jól tanulni is, ahogy csak lehet, és magamat jóságban gyakorolni, hogy így édesatyámnak örömöt csinálhassak, hálaadással ezért a szép könyveshá könyveshá könyvesháznak Lajstromáért, édesi atyámnak, Pesten 1803. december 26-a. Tehát konkrétan kapott egy, egy katalógust, egy könyvtári katalógust kapott az apjától amely ugye azt tartalmaz, hogy milyen könyvek vannak, és ezért mond hálát. Ha a hangvételt látjuk, hogyha a példákat látjuk, akkor logikus, logikus az, amit ő egész életében tenni fog. Azonban ne szaladjunk ennyire előre, mert hogy természetesen nem úgy született ő meg, hogy ő lesz majd a legnagyobb magyar, hanem csupán azzá vált a csupán persze éve Katonai pályán kezdte a, a a karrierjét kiépíteni, de a napóleoni háborúk elmúltával rájött arra, hogy ez hosszú távon nem igazán megfelelő neki. Ugye egy viszonylag hosszabb békeidőszaknak tekintettek elébe, hát ismerve mondjuk a Szent Szövetség tartalmát, ez, tehát nem kellett hozzá túl nagy logika, hogy belássa az ember, hogy itt nagyon-nagyon komoly háborúk egyelőre nem lesznek. És hát ténylegesen a Habsburg birodalom a korábbi évekhez, évtizedekhez képest jóval nyugodtabb évtizedeknek nézett elébe. Ezért leszerel, és más úton próbálkozik. Hát egyelőre fiatalként, ugye 20-30 évek, 30 évesekről, vagy 30 éves emberről beszélünk, elkezd utazgatni a világba, gyakorlatilag bejárja egész Európát. Anglia, Franciaország, Itália, Német területek, um, nyilván Magyarország, törökbén, tehát az oszmán birodalom, tehát megismerkedik, megismerkedik az egész Európával szinte, hogy ezek az utazások nem úgy néznek ki, hogy, hogy last minute két napra odaugrik, meg aztán vissza, hanem fél évet, évet vagy másfél-két évet eltölt egy-egy helyen, ahol jónak látja, és megismeri az adott országnak a mentalitását, az újdonságait, a technikai színvonalát, az előnyeit megismeri, és megismeri nyilván a hátrányait. Ne felejtsük el, hogy ebben az időben Angliában már dübörög az ipari forradalom. Amikor ott jár 1821-22 környékén, többször is el persze Angliában, akkor még éppen nem indul el az 1825-ös első vasúti pályán közlekedő gőzmozony a raket, de gőzgépeket már bőven használnak, ugye ekkor már majdnem 20 éves, sőt 15 éve közlekednek gőzhajók, felgyorsul a közlekedés, felgyorsul a szállítás, gyárak vannak mindenütt, elkezd kialakulni az a világ, amit, aminek a, 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 következményében tulajdonképpen mi is élünk. Most ezzel szemben hazaérkezik mondjuk Magyarországra, és azt látja, hogy feudális viszonyok között ének az emberek, és rájön arra, hogy ezen nagyon-nagyon súlyosan változtatni kellene. A, az elméletek, vagy az eszmék, amiket felvesz az utazásai során, egyértelműen a nacionalizmus és a konzervativizmus bármilyen furcsán hangzik. Nyilván szükség van az újításokra, ő ezt nagyon-nagyon jól -nagyon látja, de azt is látja, hogy, hogy veszélyeket hordoz magában az, hogyha, hogyha súlyos és gyors lépéseket, radikális lépéseket fognak tenni. Többek között ezért is fog majd összekülönbözni Kossuthal, de ez még csak jóval később fog bekövetkezni. A másik reformkori nagy Veserényi Miklós, aki Széchenyivel ellentétben erdélyi báró, tehát nem gróf, de, de mégis főnemes. A tankönyvi ábrához képest ő nem katolikus, hanem református, és ez nagyon-nagyon fontos abból a szempontból, hogy, hogy ugye nem támogatja a bécsi udvari köröket. a, a Kávinisták, főleg az erdélyi kávinisták mindig gyanakodva néznek a, a katolikus Habsburgokra, és sosem tudnak az ő céljaikkal teljesen azonosulni. Ő az apjától nem az udvar hűséget örökölte, hanem, hanem pontosan a függetlenségi hagyományokat. Az apja idősebb eserényi Miklós, akinek a történelmi mellékneve a zsibói bölény, mert a zsibón született és zsibón is halt meg, egy nagyon-nagyon jelentős figura. Sokat áldoz a kultúráért, sokat tesz a, a magyarországi és az erdélyi kultúráját Ugye ne felejtsük hogy Erdély és Magyarország ekkoriban nincsen egyesítve, az majd 1848-ban. Ez tehát Mohács óta, vagy némi túlzással mondjuk a, a Buda vár elvesztése óta, 1541 óta szét van szakítva a, a két terület, és ekkoriban külön, nyilván külön működik, külön országgyűléssel és a többi. Tehát sokat áldoz a, magyar és az erdélyi kultúráért is, és nagyon sokat tesz a színjátszásért is. A Pesti és a Kolozsvári Színház megépítését is támogatta mind erkölcsileg, mind szellemileg, mind pedig pénzadományokkal. Szimpatizál a reformokkal, és éppen ezen veszik össze a korábbi barátjával Haller Jánossal, aki a szomszédja volt, és a, a konfliktus egészen addig folyó, hogy egész egyszerűen elfoglalja a kastélyát, és az ott található embereket tehát jelképesen fogságba ejti, azaz elviszi magával zsibóra, majd ott szabadon engedi őket, ezzel fejezve ki a Haller János udvarhű politikája elleni tiltakozását. Már most nem a szabadon engedéssel, hanem az, hogy elfoglalta a kastélyát. Hát az udvar nem nézi ilyen jó szemmel, és egész egyszerűen négy évi börtönre ítélik, Kufsteinben raboskodik. Hát először csak két évre ítélték, de, de a, a rossz maga miatt meghosszabbították. Tehát ott is lázadó figura volt. És hát a négy évi raboskodás után egy évvel Veselényi Miklós születése előtt hazaérkezik és mármint ugye a fia Veselényi Miklós születése előtt 1995-ben hazaérkezik, kibékül a szomszédjával, és hát mondanám azt, hogy boldogan él, amíg meg nem hal, de sajnos nem így van. 11 gyermeke van közülük, csak a, a képen látható számunkra jelen pillanatban fontosabb, ifjabb Veselényi Miklós fogja megérni a felnőttkort, tehát a 11-ből 10 meghaltak viszonylag korán gyermekkorban. 1890-ben készül éppen a győri csatára, amikor is a betegség leveri a lábáról és meghal. Éppen ezért ebben a győri csatában a, a jelenleg aktuális, vagy jelenleg fontosabb, ifjabb versenyi Miklós vesz részt, bármilyen furcsa, 13 évesen teljesítve ezzel a, a kötelességét. Tehát ez az inszurrekcióban, a nemesi felkerésben ő az, aki, aki részt vesz. Utazásokat tesz ő is, mármint Veselényi Miklós is, többször Széchenyivel együtt utaznak, akivel nagyon jó barátságot alakítanak ki az utazások során. 1821-22-ben járnak közösen Franciaországban és Angliában, és az utazásai alatt ő ellentétben szétsényivel nem a konzervativizmus felé terelődik, hanem inkább a liberalizmus felé, azaz a szabadságjogokat tartja egy picit fontosabbnak, mint, mint a, a radikális változások tagadását, ugye Széchenyi konzervativizmusára utalok ezzel. Az 1825-ös országgyűlésen nem tud teljes joggal részt venni, hallgatóként ott van, de azért nem tud teljes joggal részt venni, mert nincsen magyarországi birtoka, neki erdélyi birtokai vannak, így az erdélyi országgyűlésnek a, a tagja, a magyarországinak nem, egészen 1830-ig nem tud részt venni a, az, a, az országgyűlésen, ugye a 32-es országgyűlésben már a felső táblának az egyik vezetője, mert hogy birtokot kapott Magyarországon, és ennek hatására be tudott kerülni, hát ugye alanyi jogon a felső táblába, mint főnemes. Ő lesz az, aki elsőként engedi el Magyarországon a, a robotot, és a kilencedet a, a saját jobbágyai között, illetve egyik elsőként, és a saját költségén tanítatja a jobbágyait, tanfolyamokat szerveznek neki különféle mezőgazdasági témában. Tehát egy nagyon-nagyon haladó szellemiségű emberről van szó. 1838-ban a képen jobb látható az árvízi hajós történelmi melléknév megszerzése. 1838. márciusában, március 15-én egy hatalmas nagy pusztító árvíz söpört végig Pesten. A Dunakanyarban egy, egy jég tehát a jégtáblák fennakadása miatt feltolódott a víz, és amikor ez áttört, akkor, akkor gyakorlatilag teljes egészében elmenti Pestet, hát látjuk, hogy a háztetőkről menti az embereket, mert egy versenyi nagyon -nagy jó fizikummal rendelkezett, kiválóan úszott a korban, ez nem volt annyira egyértelmű, és étnap alatt éve dolgozott azon, hogy, hogy minél több embert megmentsen, és ennek következtében rendkívül népszerű is lett a az egyszerű emberek körében. Hát van egy kevésbé érdekes, vagy egy kevésbé, kevésbé ismert történet róla, a, a, hát a szexuális étvágya, tehát eléggé, eléggé bővérű ember volt a feljegyzések alapján, és rendkívül, szám, rendkívül nagy számú és rendkívül változatos kalandokban volt része a feljegyzések alapján, nyilván nem tartottam gyertyát neki, tehát én is csak olvasni tudok erről. Hát egy dolog biztos, hogy a képen látható Lux Annát 49 évesen 1835-ben, bocsánat, 45-ben veszi el feleségül, és hát ekkor éppen a hölgy konkrétan 8 hónapos várandós, Két közös törvényes gyermekük születik. A, a rossz nyelvek alapján ezen kívül még számos törvénytelen gyermeknek adott életet, illetve, bocsánat, hát egy adta a, a gényeit Veselényi Miklós örömteli pillanatokban. Ezek közül jó párról gondoskodott is egyébként a későbbiek folyamán. Hát ez természetesen nem von le az ő politikai érdemeiből, csak érdekes így bepillantani egy picit a, a dolgozószobán túl, a hálószobába is talán. Megkapcsolódás a politikai életbe. A Széchenyi és Veselényi életét bemutató pár mondat után nézzük, hogy hogyan alakul az 1820-as években a magyar politikai élet, és hogyan tudott ebbe bekapcsolódni Széchenyi István. Első ferenc, ugye kísérletet tesz az abszolutizmusra, az az nem igazán hallgatja meg a rendeket, mert ennek nagyon egyszerű módja az, hogy nem hívja össze az országgyűlést megteheti, hiszen a napóleoni korszak után, a napóleoni évek után viszonylag nyugodtabb külpolitika következik, ám gazdaság szempontjából ez nem igazán jó ötlet. Ugye az előző leckében megnézhettük azt, hogy 1811-ben, 16 ban milyen súlyos devalvációt kellett a birodalomban létrehoz, vagy végrehajtani az államcsőd miatt, mert hogy gyakorlatilag fizetésképtelenné vált az ország. Az abszolutizmus kísérletére a rendek természetesen ellenállással reagálnak, és ennek kifejezésére mindenféle önszerveződésbe kezdenek tiltakozó akcióban, nyilván nem az ország mert az akkor még nincsen, hanem ahogy tudják, kifejezik az ellen érzésüket. Ezt felismerve, és a gazdasági helyzet miatt is hívja össze 1825-ben végre hosszú-hosszú évek után az országgyűlést első Ferenc. Ez az országgyűlés, az 1825-27-es országgyűlés volt az, amit régebben, mondjuk az én diákkoromban még úgy tanítottak, hogy a reformkor kezdete, 1825-nek tanultuk a reformkor kezdetét, most már úgy tanuljuk, hogy 1830 a Széchenyi által megírt hitel megjelenése lesz a reformkor kezdete, Mégpedig azért, mert ezen az országgyűlésen, az 1825-27-es országgyűlésen igazán komoly reform cselekedeteket még nem hajtottak végre. A reformtörekvések még nem tudtak olyan nagymétékben kibontakozni, mint a későbbi országgyűléseken. Azért fontos döntések születtek. Először is rábírják az uralkodót arra, hogy három évente legyen országgyűrés Magyarországon. Tehát három évente kötelessége legyen összehívni az országgyűrést. Ez meg is lesz. Nyilván persze az első az mindjárt majd tolódik a kolera járvány miatt, ez majd a későbbi történések közé tartozik. De utána 32-36-ig, aztán 36-hoz, 3-at hozzáadunk, akkor 39-40, akkor 43, 44 és 47. Tehát szépen tartják ezt a három éves ciklust. Ezen kívül az országgyűlés, hogy kifejeze a Habsburg ház támogatását, jóvá hagyja az adókat és az újoncokat, és ugye ez, ezzel fejezi ki azt is, hogy, hogy hálás az országgyűlés összehívásáért, ugyanakkor pontosan tudják, hogy engedményeket is kell tenni ahhoz, hogy, hogy újra össze legyen hívva az országgyűlés. Egyéb reformintézkedések nem hangzanak el, kivéve egy nagyon-nagyon fontosat, és itt a, a, különféle ábrák és idézet ezt támasztja alá. Széchenyi István az alsóház ülésén, az alsó tábla ülésén szólal fel, igazából nem is az alsó tábla ülésén szólalt fel, csak így tanítjuk, hanem egy kerületi ülésen. Éppen ezért nem is kerül pontosan a jegyzőkönyvbe, hogy mit mondott, de a visszaemlékezések alapján így hangzott ez. Nekem itt szavam nincs, nem vagyok tagja a követek házának, ugye a követekház az az alsó ház, vagy az alsótábla, de birtokos vagyok, és ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval, elősegíts, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését, Jószágomnak egy évi jövedelmét föládozom rá, ami nagyon szépen hangzik, és akkor lefordítom. Tehát, hogy ugye hogy vétokos vagyok, és hogyha felállna egy olyan intézmény, egy olyan, olyan ö, ö, hivatal vagy, vagy, ö, vagy társulat, amely a magyar nyelvet támogatna, támogatná, ö, és a magyar ö, nevelést támogatná, akkor egyévi jövedelmét föláldozza rá. Most ez az egyévi jövedelem, ez egyébként 60 ezer forintot jelentett, tehát 60 ezer forintot áldozott rá, és ennek következtében jön létre majd a Magyar Tudományos Akadémia, aminek az épülete ott látható alul. Ez egy nagyon-nagyon szép történet, mert egy széchenyi felajánlását mások is követték. Van egy ilyen városi legenda, hogy igazából nem is teljesítette a felajánlását, de ez tévedés. Teljesítette a felajánlását, hosszú éveken keresztül Egyfajta, egyfajta ilyen alapítványként szolgáltatta a megfelelő összegeket, míg nem a fia ödön kifizette a, a 60 ezer forintnak megfelelő összeget egy összegbe, hogy, hogy ne kelljen évről évre fizetniük az akadémiának. Azonban van egy nagyon-nagyon érdekes mellékszála ennek a történetnek, amiről nem nagyon beszél a tankönyv, és nem nagyon szoktunk megemlékezni, mert hogy... Hát nem annyira nemes, hanem, hanem sokkal inkább ilyen arcpirító és zavarba ejtő. Nézzük meg ezt a történetet, mert nagyon izgalmas. Széchenyi nem sokkal korábban, egy évvel korábban találkozott a képen látható Cressant-szal. Kresszansz a Zici grófnak volt a felesége, ekkor már egy háromgyermekes asszony, és hát az a helyzet, hogy, hogy egymásba szerettek. Egymásba szerettek, és, és nem tudott, mit, tehát nem tudott az érzése mit kezdeni Széchenyi. Hát, mint fiatal ember, megpróbálja elcsábítani a nálánál egyébként 7 évvel fiatalabb Crescent, aki a férjénél mondjuk 20 évvel volt fiatalabb, és a férjének ő a harmadik felesége, de ugye ez nem befolyásolja az érzéseket, és ez, ennek kapcsán írja Széchenyi a következőket. Az én eszemben az ő elcsábítása járt. Ő testileg ellenállt, de a lelkét magamévá tettem, mert ő az egész világon engem szeretett a legjobban. Hogy egészen megnyerhessem, ráléptem a hazafiság mezejére. 24 szónál nem tudtam többet magyarul. Azt is rosszul, de ellenzékinek léptem föl a mágnástáblán, és 60 ezer forintot ajánlottam föl, hogy mire, azt igazából nem is tudom tisztán, de Magyar Nyelvészeti Akadémia lett belőle. Hát a legnagyobb magyar szerelmes volt, és a legnagyobb magyar megpróbálja elcsábítani a szíve hölgyét, mégpedig azzal, hogy, hogy reformpártiként jelentkezik, és fölaján egy viszonylag komoly összeget azért, hogy, hogy meghódítsa a, a, szerelmét. Meg is hódította, ugye lelkileg a lelkét magamévá tettem, testéleg ellen át. Ez egy nagyon-nagyon korrekt történet egyébként Cresson részéről, vagy Cresson, hát attól függ, hogy hogy éjtjük innentől kezdve még egy, egy, hát egy jó tíz évig hű házastársa maradt Zicsi Károlynak, és további négy gyermeket szült neki, és csak az ő halála után, valamint a gyászév hivatalos egy letelte után, 1835-ben fognak összeházasodni Széchenyivel, tehát happy end a sztori vége, tehát nem hiába valóan alapította meg a Magyar Tudományos Akadémia, tehát ugye amúgy sem hiába való, hiszen rendkívül fontos szerepet tölt be a tudományos életben, aki nem viszi, járjon után a www.mta.hu, hihetetlen sok kutatás, előadás, rendkívül fontos tudósok, és a többi, és a többi. Tehát a tudományos életnek a, az előmozdítása is nagyon-nagyon fontos. De hát Széchenyi ugye, mint ahogy leírja, nem biztos, hogy csak ezért csinálta, hanem meg akarta szerezni a csajt, és hát sikerült. Úgyhogy mindenki boldog a magyarság, és boldog Széchenyi, is boldog, legyünk is boldogok. Széchenyi programja. Az 1820-as években bekövetkező, vagy Kiteljesedő gazdasági recesszió fogékonyabbá teszi a magyar nemességet a reformok iránt. Ugye erről már a korábbiakban volt szó, előtte nem nagyon voltak hajlandóak megérteni azt, hogy miért lenne szükség fontos változásokra. Most, hogy egy picit megszorulnak ők is gazdasági értelemben, most, most már egyre többen nyitottak a, a, az új ötletek irányába. Ezt a vonulatot ragadja meg Széchenyi István, aki 1830-ban jelenteti meg a Hitel című művét. Ezt a művet tartjuk mostanában a reformkor kezdetének, mert olyan gondolatokat fogalmaz meg, amelyek, amelyek a reformkorban mondjuk úgy, hogy a legfontosabbak közé tartoztak. Aztán majd persze későbbi műveiben a világban, 1831-ben a világban, illetve 1833-ban a stádiumban ezeket fogja kifejteni. Mielőtt még belemászom abba, hogy mit tartam az a hitel, egy picit hadd beszéljek a másik két mű címéről. A világ, az nem a nagy világot jelenti Széchenyi értelmezésében, hanem a világosságot. Gyere babám, gyújtsál világot! ez a, ugye a népdalban így hangzik, az azt jelenti, hogy hát hogy csinálj fényt. Ugye a világosság a mű címe tehát, csak rövidítve világ, illetve a stádium az hát nem a stadionról szól, bár kétségtelenül ahhoz megy vissza. A görög stadion egy hossz mérték volt, amelyet a futóknak ugye meg kellett tenni, tehát egy elliptikus alakú pálya, gyakorlatilag ma is ezt használjuk, vagy legalábbis hasonló módon futnak a futók a futóversenyen, futóversenyen. Szóval egy, egy, hossz mérték, egy, egy első, tá, első kör, amit meg kell tenni, aztán jön a második kör és a harmadik kör. Ez a stádium, tehát 12 logikai pontba szedett nézeteket tartalmaz, amely persze kifejti majd, vagy kifejti nem majd, hanem a műben kifejti, hogy miért annyira szükségesek ezek. De a, az előzményeinek már megvoltak a hitelben. A hitel című mű abból fakad, hogy sokak szerint, hogy Széchenyi szeretne hitelt felvenni, és nem tud. Egész egyszerűen nem tud. Nézzük az idézetet, hogy miért is van. Nevetséges vagy szomorú-e, ha egy nagy birtokos, kinek kiterjedt termékeny szántóföldei, rétjei, erdei, szőlei, stb. vannak, nem adózik, és az országnak szinte semmi terhét nem viseli, és kinek sok ingyen dolgozik, mármint ugye sok a jobbágy, ha így birtokos mondom, annyira elszegényű, hogy véges adósságai miatt semminél kevesebbje marad. Már ez miért van így? És ennek úgy kellene lennie, vagy talán nem kellene. Ha egynek pénzre van szüksége, ugye ez egy érdekes, jó kis germanizmus, ugye a németben az I nem az általános arany, tehát ez magyar úgy lenne jó, hogy ha valakinek pénzre van szüksége, minden jószágai mellett is ugyan kaphat-e törvényes kamatra elegendőt könnyen és tüstént, azaz azonnal, tehát hogy kaphat-e azonnal hitelt. Hitel híja miatt csak felette nagy uzsorával kaphatott, csak nagyon nagy kamatra kaphat. Hány birtokost ismerek magam, ki mindig pénzben szűkölködik, és kinek kincse maga előtt mindig el van zárva? Hát nyilván sokról beszél. Sokan pedig minden hátramaradásukat a kormánynak tulajdonítják csak az ne volna, dísztenék minden, mondják ezt. Hát ugye manapság is sokszor így gondolkodunk, abban az időben sem volt teljesen igaz ez. Csak az a valóságos bölcs hazafi, aki lehetőt kíván, és jól tudván, hogy az ember gyenge léte miatt se felette boldog, se hatátalanul boldogtalan nem lehet, ha középúton jár. Ő lélek, derülten él, szomorú unalom, nem öli óráit, és a többi, és a többi. Miről van szó a hitelben? Miért nem tudnak hitelhez jutni a földbirtokosok Magyarországon, meg úgy általában senki sem normális hitelhez? Hát ugye az első magyarázat az, hogy nincsen normális magyar bank. Ez nem jelentene problémát, mert külföldön viszont már vannak bankok, vannak bankházak, jó pár száz éve működnek, tőlük is lehetne hitelt felvenni, csak hogy a hitel felvételéhez, ugye manapság is két dolog szükséges. Egy megfelelő mennyiségű jövedelem, amivel igazolja az ember, hogy majd tudja törleszteni a hiteltartozásait, illetve fedezet, ami, ami abban az esetben lép életbe, hogyha az ember mégsem fizetné a tartozásait, akkor ugye a bank ne járjon rosszul. Na most ez a fedezet, ez a probléma Magyarországon. Mert ugyan vannak földbirtokok, de az 1351-ben meghozott törvény az ősiség miatt, ezek a földbirtokok nem elidegeníthetőek. Tehát sem eladni, sem elajándékozni, sem elzálogosítani, sem elkátyázni nem lehet. Ugye ez 1351-ben jó volt, mert védte a kisbirtokosokat a nagy pestis járvány következtében megcsappanó jobbányhiány, meg a, meg a nagy birtokosoknak az arisztokratáknak, a báróknak a hatalmaskodásai ellen védte a kisbirtokosokat, de közel 500 évvel később, tehát 480 évvel később már nem volt annyira aktuális ez a törvény, már pedig életben volt. Ha pedig nem eladható, nem elidegeníthető, nem elzálogosítható a földbirtok, akkor értelemszerűen nem szolgálhat ingatlan fedezetként a hitel ügyintézésben. Ugye felmerült a kérdés, hogy akkor miért nem hiteleznek a bankok mondjuk ingóságra, ékszerekre, lovakra, műtárgyakra, ilyesmire. Hát mert nem szeretnek, mert a ló meghalt, az égszert ellophatják, a, műalkotás megsemmisülhet, és a többi, és a többi. Tehát nem nagyon szeretik a bankok az ingóság fedezetet. Nem azt mondom, hogy sosem fogadják el, de, az ingatlanhoz képest az, tehát nem egy biztos pont. Egy 15 milliós autót nem lehet ingat, vagy fedezetként felhasználni, mert ellophatják, összetörhetem, sok minden történhet vele, ja, hát arra nem is beszél, hogy fogom magam, beleülök és elmegyek a Kajmán szigetekre, képletesen szólva, tehát magammal viszem az ingóságaimat, azért ingó, mert hogy mozdítható, és így nyom, bottal ütheti a nyomomat a bank. Nos, tehát az ingatlant, a földet, a, az üdülőt, a telket, a házat nem lehet zsebre rakni, éppen ezért szeretik a, a biztosítók ezt fedezetként. Magyarországon ez nem tud megvalósulni, nem tudnak ennek következtében hitelt felvenni a, a birtokosok, és mivel nem tud hitelt felvenni, nem tudják végrehajtani azokat az újításokat, amelyek ekkoriban már igencsak szükségesek volnának. Milyen újításokra kell itt gondolni? Hát roppant egyszerű, ugye dübörög az első ipari forradalom. Oké, hogy Magyarországon nem nagyon szoktuk ezt belevenni a számításba, de 20 év múlva már a második ipari forradalom fog elkezdődni Nagy-Britannia szerte, tehát ekkorra már 1830-ra már vasúti pályán közlekedő vonat van, gőzgépek, gőzgépeket használnak nem csupán a gyárakban, a rengeteg gyárban, hanem, hanem a mezőgazdaságban is, ugye csépléstől kezdve a, a talán az aratásban is használnak már gőzgépeket, és ehhez képest Magyarországon meg hát mi van? Robot. Mármint, hogy nem ilyen kis gépek, hanem robotként végzett munka, és azt mondja Széchenyi, hogy hát ez nem igazán jó a robot, az régebben talán jó volt, most már nem jó, mert hogy, mert hogy sokkal hasznosabb lenne a bérmunka ezt a következő dián egyébként kifejti a nézeteiben. Hát a nemesek döntő többsége nem tudja felfogni, hogy hát hogy lenne jobb az, amiért fizetni kell annál, mint amiért nem kell fizetni. Most hát én csak egy példát mondok erre, mondjuk a közoktatás szembeállítva a magánórákkal. A, például mondjuk a nyelvoktatásban egy picit Picit hatékonyabban tud dolgozni a tanár is, meg hatékonyabban tanulnak a diákok is, hogyha magánórába jár az életük, mint hogyha az iskolai keretek között szervezett órán venne részt. Sokkal több órád órát kaptok az iskolában, mint amit magánúton fizetnek meg az emberkék a külön tanárnak, és mégis a külön tanárok sokkal effektívebbek, sokkal hatékonyabbak. Miért? Hát, azért mert motiválva vannak, vannak ők is ti is motiválva vagytok, egész egyszerűen meg kell fizetni a motivációt is, meg, a, meg a, az odafigyelést és a törődést is. Persze sok más oka is van ennek, de ez is ide tartozik. Tehát, hogy miért lenne jobb a, a pénzért vett, mint az ingyenes? Hát például itt láthatjuk, és még sok egyéb dologban. Az a titka Széchenyinek, hogy agrár oldalról közelíti meg a, a nagyon súlyos társadalmi problémákat, és mivel agrár oldalról közelíti meg a kérdést, a nemesek magukénak érzik, tehát nem persze nem mindenki, csak a haladó szellemiségű nemesek magukénak érzik ezeket a gondokat, és, és nyitottak lesznek ezeknek a problémáknak a, a megoldására. Azt mondja Széchenyi, hogy egy lassú fejlődésre van szükség. Nagyon-nagyon lassú fejlődésre, nehogy társadalmi konfliktus robbanjon ki, tehát jobbágy, nemes összetűzés, illetve nehogy valamiféle konfliktusba keveredjünk Bécsel, mert abból mi nem jövünk ki jól. Azt mondja, hogy ha bécsen mi összekülönbözünk abban, mi csak veszíthetünk, hozzá, igaza van, mind a kettőben igaza volt, vagy igaza lett. A társadalmi konfliktus elkerülése az, az sikeresen megvalósult Magyarországon, tehát nem voltak jelentős nagy, nagyon nagy társadalmi konfliktusok. Hát lesz számítva mondjuk az 1830-as a kolera járványt és a kolera lázadást, amiben, aminek következtében jobb vagyok kapásban a nemeseknek mentek neki. De ezt leszámítva olyan nagyon nagy összekülönbözés nem volt, mint mondjuk például 46-ban Galíciában. De a konfliktus Bécsen sajnos nem sikerül elkerülni. Széchenyi a származása, neveltetése és a tapasztalatai alapján a vezető szerepet az arisztokráciának szánja. Azért, mert jobban értesültek nagyobb kapcsolatrendszerrel bírnak, jóval nagyobb a műveltségük, mint, a, mint, az átlagnak, a, még a nemeseknél is jóval nagyobb a műveltségük, és azért, mert meg tudják oldani ezeket a, a problémákat az ő véleménye szerint. Ugye ne felejtsük, hogy ebben az időben az arisztokrácia az nem csupán abban különbözött a, a nálánál szegényebbektől, hogy, hogy Extra ételeket tudtak az esküvőjükön enni, vagy helikopterrel közlekedtek, vagy nem tudom, a Bahamákon nyaraltak, ameddig akartak, hanem abban különbözött, hogy jóval intelligensebbek voltak gyermekkortól kezdve, házi tanítók foglalkoztak velük. Egy normális magyar arisztokrata, az legalább három 4 nyelven beszélt, anyanyelvi szinten, sőt anyanyelvi szinnél magasabb szinten, hogyha ez létezik, hogy ez a három 4 nyelv nyilván latinul, franciául, németül, angolul, ez ez a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy ilyen nyelveken beszéljenek, és azért mondom, hogy anyanyelvinél magasabb szinten, mert verseket írtak ezen a nyelven, meg, meg tehát irodalmi alkotásokat tudtak létrehozni, és az irodalmi alkotásokat tudták élvezni ezeken a nyelveken, az bármennyire fájó, azért magasabb, mint az anyanyelvi szint. Egy széchenyi szöveg elolvasása és értelmezése eléggé sok honfitársunknak a képességét meghaladja manapság. Ezért kell forrás elemzéssel foglalkozni órákon, hogy lefordítsuk magyarról magyarra a szövegeket és hogy a, a mögötte tartalmat kicsit kibontsuk. Ezzel nem gyanázok senkit félrejtés és ne esik. csupán azt mondom, hogy, hogy az anyanyelvi szinni azért vannak magasabb szintek. Na most tehát egy ariszokrata beszélte ezeket a, a nyelveket olyan szinten, hogy, 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 hogy ilyen körökben mozoghasson. Az, hogy egy külföldi diplomatával bármikor el tudtak beszélgetni, ez maga volt a legtermészetesebb dolog. Ugye Széchenyi korábban bez, mondta is, hogy hát ő magyarul annyira nem tud sőt, hát ugye, amit azt mondta, hogy mennyi húszó tud magyarul, azt is rosszul kis túlzással. Nyilván egy picit túlzott, talán, de, de az biztos, hogy, hogy nem nagyon túlzott, tehát nem magyarul beszéltek otthon. Hát nagyjából ennyi a, a hitel, de azért nézzünk bele még egy picit a, a színfalak mögé a részletekbe. És akkor itt vannak azok a források, amelyeket az előbb említettem. Nézzük mindjárt a bal felsőt. A robot kárhoztatását. Nagyon igaza van egyébként szécsénynek. A robot vagy szakmány létele, tehát az, hogy ez van, még nagyobb figyelmet érdemel, és azon kárt, mely belőle háromlik, az azt származik, éppen olyan bajosan tagadhatni, mint azt, hogy kettőször kettő, egyelő négy. Tehát, hogy, hogy ez káros az országra nézve, az egyértelmű legalábbis számára nagyon sok ember számára nem. 60 ezer robot egyesztendőben szint azon munkát viszi végbe, melyet 20 ezer napszámossal könnyen el lehetne végezni. Tehát 60 ezer robotként végzett munkanap, az körülbelül az ő számítása szerint 20 000 munkanap, normális munkanapnak felel meg. És ki ne tapasztalta, ki robotban is, és béresek által, de kivált kontraktus, azaz szerződés szerint dolgozott, hogy azon munkát, mely egy egész helyes, ez az egész jobbágy, melyet egy egész telkes jobbágy rossz ekéjével, filigrán szekerével, tehát vékony szekerével, gyenge marhájával, 52 nap, vagy ügyetlen cselédje és gyengekorú korú gyermekei által, azaz fiatalkorú gyermekei által 104 nap tud végezni, maga béreseivel, jó szerszámokkal és erős marhával, vagy kontraktus szerint, tehát szerződés szerint a mondott idő egy harmad része alatt nem vihette végbe. Azt mondja, hogy, hogy a robotként, robotban végzett munka az rossz minőségű és, nem hatékony. Gondoljunk bele, hogy, hogy először is nézzük meg a jobbágynak a helyzetét. Mi a jobbágy célja akkor, amikor a robot munkát teljesíti? egyetlen egy célja van, hogy nehogy megálljon a nap az égen. Nehogy aztán megálljon az idő, mert neki egyetlen egy dolgot kell teljesítenie, az adott időt eltölteni a földbirtokosnál. Nyilván azért dolgozgatnia is kell, de, de az a célja, hogy elmú, elmúljon a nap. A, tehát ő nem fog jó munkát végezni, nem az erős állatát fogja odavinni, hanem a gyengét, nem maga fog menni, hanem a, mondjuk a 14 éves gyereket küldi ki, aki már szintén felnőttnek számít, és akkor az úgy belezett számít. Én nyilván 6 éveset nem lehet kiküldeni, az nem számít felnőttnek, de felnőtt korú gyereket lehet küldeni, és akkor az úgy pont jó lesz. Az, hogy nem végez jó munkát, az, hogy időnként kikapálja a haszonnövényt is, vagy hogy a gaz ott marad, hát akkor most mi van? Nagy többségében azért hogy többé-kevésbé tisztességesen dolgozik. Nincsen érdekeltét éve abban, hogy jól dolgozzon. Ha valaki nincsen érdekeltét éve abban, hogy jól dolgozzon, előbb-utóbb nem fog jól dolgozni. Ez a probléma egyébként a magyar közoktatásnak is, de ezt a záróját most meg sem nyitom, csak így említettem. Nézzük a, nemes oldaláról, mert erről mindenki elfeledkezik, hogy igen, szerencsétlen jobbágynak ingyen kell dolgoznia, és, és a többi, és Igen, nézzük a nemes oldaláról. Megválaszthatja azt, hogy, hogy ki az, aki dolgozzon nála? Nem. Mit tud csinálni akkor, hogyha nem megfelelő a munka minősége? Semmit. Mit tud rajta változtatni? Semmit. Ez egy csapda. Csapda, amiből ki kellene törni az iskolában ugye ez úgy néz ki, hogy a diákok mindig panaszkodnak arra, hogy ki a tanár, hogy ilyen rossz a tanár, olyan rossz a tanár. Van ám ennek egy másik oldalra is. A tanár sem válogathatja meg, hogy kit tanít. Tehát nem csak a jobbágyok nem választhatják meg a nemest, hanem a nemes sem választhatja meg a jobbágyot. És ez egy oda-vissza nagyon-nagyon kellemetlen dolog. Azt mondja Széchenyi, hogy, hogy hát hogyha bérmunkásokat alkalmaznánk, akkor lehetne minőséget számunk kérni, ez kiszámítható lenne az egész, és sokkal gyorsabban el lehetne végezni. Aki nem hiszi, járjon utána. Béreljen föl mondjuk egy festőt a, a, lakására napi díjra, vagy óra bérbe, béreljen föl egy óra bérbe dolgozó festőt, aztán meglátja majd, hogy érdekes módon kb. egy héttel tovább fog tartani a munka, mint, mint normál esetben. Ilyet persze normális ember nem csinál, viszont ebben az időben a nemesek nem tudtak más csinálni, csak azt, hogy, hogy robotban foglalkoztatták a jobbágyokat. És akkor van még egy dolog, ugye a munkaidőbe beleszámít az odautazás is. Tehát azért nem siettek annyira. Nehogy azt higgyük, hogy, hogy bepattantak a kocsiba, aztán satar, és már is ott vagyunk, hanem szépen lassan haladtak el a, a meghatározott földterületre, hogy ezek eléggé messze is fek feküdhetnek egymástól. És bizony egyes feljegyzések alapján a jobbágy napi munkaidejének akár a negyedét, vagy rosszabb esetben a harmadát is az oda, illetve visszautazással tölti. Hát ez, ezen is lehetne változtatni, hogy ez egész egyszerűen a nem érdekli, hogy mennyi ideig utazik oda a mester, végezzel a dolgot, hogyha teljesítmény bérbe van fizetve. Meg lehet nézni egyébként, mi van azokkal az emberek, akik, akik napidíva, vagy óra vannak fizetve. Mondjuk a közmunkásokat nézzétek meg hát mondjuk úgy, hogy a munkájuk nem annyira hatékony, mint hogyha teljesítmény alapján kapnák a fizetést. De ez persze csak feltételezés. Nézzük a stádium 12 pontjából párat, hogy milyen logikai lépéseket tesz szécsényi vagy tart szükségesnek a szécsényi a reformok közül a társadalmi és gazdasági felemelkedés. Ez egyébként nagyon-nagyon logikus az egész ugye, hogy milyen lépések kellenek, először is a hitel. De a hitel, ha egy, ha egy osztályt sem akarunk abbúli kirekesztés által felette keményen büntetni, tehát ugye a hitelből semmiféle társadalmi réteget nem akarunk kirekeszteni, mindaddig nem állíthatni fel valódi sikerrel, amíg nincs eltörőve az avicicicász, tehát az ősiség nagyon csúnya lejtettem ki elnézést, tehát az ősiség törvénye. Ennek eltörlése pedig szükségképpen maga után vonja a fiskalitás, azaz a háromlási jog megszűnését. Igen, az ősiséggel együtt jár a háromlási jog. Nem dönthetek róla földbirtokosként, hogy ki örökölje a földemet, hanem egyeneságon, illetve családi örök, öröklés van. De ha nincsen család, akkor visszaszáll az uralkodóra, visszaháramlik az uralkodóra, ezt már sokszor beszéltük a történelem folyamán, ez még 1830-ban bőven érvényben van. Igen, háramlási jog. Mint hogy nem elég, ha a hitelező az ingatlan csak exekválhatja, azaz végrehajthatja, de azt neki teljes bátorságban bírhatni is kell, mert másképp kis kamatra pénzt nem fogadni. Többször lehetne pedig a hitelező nemtelen, mint magyar nemes, azaz ö, többször lehetne a hitelező nem nemes, mint nemes. Ugye nem teremt, nem gonoszságra kell utalni, hanem arra, hogy nem nemes az illető, mint magyar nemes. Tehát többször lehetne a hitelező nem nemesi származású. Szükségképpen foly mindenkére negyedszer a jus proprietatis, azaz birtok bírhatás joga. Magyarországon a törvények alapján csak nemesek rendelkezhetnek földbirtokkal. Pont. Jobbágyók polgárok, nem tudom kicsoda, akárki, nem rendelkezhet földbirtokkal, nem birtokolhat földbirtokot. Azt mondja Széchenyi, hogy hát ez talán egy picit már elavult. Teljesen igaza van. Ha pedig a nemtelen is bírhat ingatlant, kell neki teljes személy és vagyonbeli bátorság, az biztonság, tehát személy és vagyoni biztonság kell, azaz törvény előtti egyformaság. Ebben az időszakban, ugye mi az, hogy törvény előtti egyformaság, hogy ugyanaz a törvény vonatkozó mindenkire, és ugyanolyan súly, súlyjal hason a törvény mindenkire. Egy nemesnek a szava, az három jobbágy szavával ért fel. Ha a jobbágy azt mondja, hogy nem, úgy volt. A földbirtokos meg azt mondja, hogy úgy volt, akkor az úgy volt. Ha két jobbágy állítja, hogy nem úgy volt, és a földbirtokos azt mondja, hogy úgy volt, akkor is úgy volt. Hogyha három jobbágy állítja, hogy nem úgy volt, és a földbirtokos meg azt mondja, hogy úgy volt, akkor eldöntetlen a, a, a kérdés, és nem lehet megítélni. Három jobbágy szava kell egy nemessel szemben. És ugye nyilván ez nem tartható, hogyha, hogyha a modern társadalmat akarunk építeni, normális törvényeket és alkotmányosságot így hát a törvény előtti egy egyenlőséget próbálja hirdetni. Tehát nem utolsó sorban mondjuk egy közel 50 éve ez már Franciaországban kit kire találva. Mindezeket már végrehajtották Franciaországban jó pár évtizeddel ezelőtt, hát nálunk még szó sincs róla. De mindemellett mellett szorga, szorgalom hatalmasat nem léphet elő, és így félre kell tenni minden káros akadályt kirendszer, a monopóliumokat, cégeket limitációkat, azaz hatósági elszabás, és minden ilyen intézeteket örökre félre kell tenni. Cégek, igen, hát céges iparban, Magyarországon céges iparban van, nincsen még szabad gyár alapítás, meg, meg manufaktúra alapítás, a cégek határozzák meg a, keresletet, vagy a kínálatot határozzák meg a cégek, a keresletet nem. Ők azok, akik a kezükben tartják az iparos képzést, gyakorlatilag a gazdasági élet jelentős része a cégek kezében van. Azt mondja Széchenyi, hogy hát egy csöppet már meghaladott dolog. Ugye jó pár száz éve működik már a manufaktúra rendszer, most már egy, egy közel 80 éve, vagy 60-70 éve kezdenek megjelenni Angliában, meg Franciaországban a gyárak. Nálunk meg még céges ipar van. Hát nem igazán, nem igazán célszerű. És ugye a hatósági állszabás ugye az állam beleszólása a gazdaságba, azért Széchenyének is vannak liberális elképzelései, tehát a szabad elvűség mellett leteszi ő is a garast, a gazdasági értelme mindenképpen, tehát hogy ne nagyon szóljon bele az állam a gazdaságba ilyen módon. De hogy egészen el ne külföldi az ország, és a kül intelligencia még könnyebben és szaporában ne nyomja el minden nemzeti sajátságot, mint most, 1835. esztendő első napjától fogva csak magyar nyelven írott, irandó törvény, ítélet, parancs, folyamodás, alkotandó kontraktus, ez a szerződés, egyesség, számadás, stb. lesz hazánkban kötelező erejű. Tehát azt mondja, hogy Nehogy már a magyar nyelvet még jobban elnyomja a külföldi, mondja ezt úgy, hogy kontraktust használ, tehát nem a szerződés, mert ugye nincsen még megfelelő bevett magyar szó, nyelvújítás még éppen folyamatban van. Ezért a magyar nyelv legyen az államnyelv, illetve a gazdaság nyelve, meg a törvényhozás nyelve. Ez mindenképpen meg fog bizonyosan gyorsan valósulni. Mindez azonban még nem elég a magyar hon dolgainak rendes forgására, tehát hogy jól menjen az országnak a, a, az ügye, dolga. A felső parancsotokban a legnagyobb egyformaság kell, eképpen csak a helytartó tanács közbevetése és befolyása által kormányoztassunk, tehát a helytartó tanács szerepét növelni, mert ugye abban magyar nemesek, magyar arisztokraták és főpapok foglalnak helyet, ugye Nádor a vezetője. Hogy ez legyen, ami meghatározza Magyarországot, nem pedig az udvari kancellária, meg az udvari kamara, ami egyébként Bécsből irányít. És hogy ennek fő garanciája legyen, 12-szer a nyilvánosság, tehát a, a mindenki számára elérhető tájékoztatás. Ha megnézzük a, a logikai pontokat, vagy az ábrát, hogy mit mutat Széchenyi, vagy mit mond erről, hogy a gazdasági megközelítés a hitel szükségessége, az az eltörölni az ősiséget, le, fezeset, lehessen birtok, aztán birtokbírhatás joga, tehát hogy lehessen földet birtokolni nem csak a nemeseknek is, vámokat mindenki fizesse, a közlekedés fejlesztésének a szükségessége hozzá ezt, hogy a vámokat mindenki fizesse, ez már, ez már a, a közteherviseléshez vezet közel. Vagy viszkőszerep cégek és álszabások megszüntetése. A magyar nyelv alkalmazása mondjuk 1002-ben nem biztos, hogy összekapcsolódik szerintem, de ebben most nem menjünk bele. A helytartó tanács által legyen kormányozva, és a nyilvánosság, mint biztosítása, ez nélkülözhetetlen. Ugye a két cél a haza és a haladás, az ország minél nagyobb önállóságának a biztosítása ez a haza, azaz a relatíve különállás biztosítása a Habsburg birodalmon belül, ez a haladás, a feudális berendezkedések, berendezkedés felszámolása. Nagyon nagyszerű program, és nagyon-nagyon hatásos és jól végig gondolt, és hát ami a legszebb ebbe az egészben, hogy, hogy nagyjából ezt is fogják majd végrehajtani. Persze nem feltétlenül reformkor alatt, hanem majd az 1848-as forradalomban. Veselényi programja, azaz nézzük meg Veselényi Miklós politikai tevékenységét, amely azért lényegesen különbözik széchenyitől, annak ellenére, hogy a céljaik közösek voltak, egy erős fejlett Magyarországot szerettek volna mindketten létrehozni. Veselényi 1831-ben írja meg a Balit életekről című munkáját, amely azonban nem tud megjelenni a cenzúra miatt. Magyarországon nem is fogják megjelentetni. 1833-ban Lépcsében, illetve majd Bukarestben jelenik meg a könyv, és úgy tudják behozni Magyarországra, tehát voltak éppen becsempészni ezt a nem Magyarországon nyomott könyvet. Az ő megoldása az némiképp különbözik széchenyi politikai oldalról közelíti meg a, a problémákat, tehát nem elsősorban gazdasági oldalból, vagy gazdasági kérdésekből viszi végig logikai úton a, a politikai megoldás felé, hanem a politikai problémákat helyezi előtérbe, és ezt ennek a, a folyamányaként beszél a gazdaságról is. Éppen ezért nem annyira népszerű a ez a mű, a baritéretekről című mű, mint a, mint a Széchenyi féle hitel. Hát én nagyon egyszerű, hogyha népszerű lenne, akkor ettől számítanánk a reformkort. A Széchenyi műve jóval népszerűbb, és nagyobb hatású is lesz. Ennek ellenére nagyon sokan követik Veselényit, méghozzá a reformerek közül, mert hogy jóval radikálisabb, és mivel a, a, a vezető szerepet, a rendi ellenállásra bízna, és nem az arisztokratákra. Az arisztokratákban nagyon sokan nem bíznak. Nagyon sokan azt vetik a szemükre, hogy udvarhűek, nem akarnak Bécsek konfrontálódni, szembe helyezkedni, és hogy nagyon sokszor inkább a maguk érdekeit lesik. És hát lássuk be, ebben van is igazság. Mondjuk Széchenyi esetében nem de nagyon sok másik arisztokrata esetében ez, ez fel lehető, ezek a, ezek a vádok fel lehetőek. Nézzük a tankönyvi idézetet Veselényi balítéletekről című munkájából, ez hát, egy eléggé hasznos. Hogy sok mágnás az az pénzember. Teli van előítéletekkel a nemesi rend ellen, és hogy arra megvetéssel tekint, azt fájdalom nem tagadhatni. Tehát ugye nagyon sok a... a gazdag emberek, tehát a gazdag polgári származású embereknek a, a, a lenézése, megvetése a, ne, a nemességgel szemben, ezt nem lehet letagadni. De tekintsük meg közelebbről, melyik az a magas polc, melyről némely mágnás oly nagyon lenézheti, lenézhetni gondolja a nemesi rendet. Ugye itt olyan, olyan igeidőket használnak a reformkorban, amelyek azóta már kihaltak a nyelvből, de attól még azért léteztek, tehát lenézhetni gondolja, tehát ezt mi már csak segédigével tudjuk kifejezni, ezt a véleményes dolgot. Tehát, hogy miért is nézhetik le oly nagyon a nemeseket. Ősi jószágait, mint gróf vagy báró, úgy bírja-e ezen négy betű adja-e jussait, szabadságait, prerogativáit, kiváltságait? Tehát úgy bírja-e az ősi jószágait, mint a gróf vagy báró, és ez a négy betű, mint a gróf meg a bárónak a négy betűje adja a, és a és egy kiváltságait? Éppen nem. Csak mint nemes ember ura ő jószágainak, tehát a vagyonának, ment adótól és más terhektől. A ment az ugye az azt jelenti, hogy mentes, tehát mentesült az adóktól és más terhektől, és csak mivel, a nemes, csak mivel a nemes ember, sérthetetlen személye, jószága, birtoka. Ugye nem lehet elvenni a birtokát, nem lehet elvenni a jószágát, és a személye is eléggé nehezen támadható, tehát egy átlagos bíróság nem biztos, hogy neki fog menni egy, egy nemesnek, nem ismert. A parasságnak a nemesség elleni előítéletei, bal vélekedése, svájdalom, lehet mondani gyűlölsége, valójában igen szomorú következésű, tehát nagyon rossz következményei vannak. Ezáltal a két rend közti hézag örökké sértőleg nő, tehát az a különbség, a nemesek és a jobbágyok között folyamatosan nő, az ejtett sebek mérgesednek, és szétválva erőtlenek maradnak azok, kiknek vagy önmentség, vagy együtti munkáság céljából oly szükséges lenne kezet fogni, és kik egyesülve erősek lennének. Itt már előrevetíti az érdekegyesítésnek a nagyon-nagyon fontos problémáját. Tehát egyesíteni kell a jobbátság és a nemeség érdekeit, mert különben, különben tehát, nem megy előrébb az ország sem. A feljebbiek tekintetéből abban vagyok meggyőződve, hogy a parasság állapotjára nézve mindannak, ami régi, jobbágyi helyzetéből ered, változni kell. Mint Széchenyi azt mondja, csak ugye politikai oldalról megközelítve. Ezáltal nem csak, hogy törvényes alkotmányunk, amelyben már most, mint látók, azon helyez, helyez helyzetnek gyökerét nem találhatni fel, nem fog szenvedni, tehát alkotmányunk nem fog szenvedni, de éppen az fogja erősíteni, sőt lehet végveszélytől megmenteni. Tehát ez a változás. Minél több szabad jussokkal bíró tagokból áll egy nemzet, tehát minél több szabad jogokkal rendelkező társadalmi rétege, rétege van egy országnak vagy egy, egy nemzetnek, annál hatalmasabb. Ez logikus. Ha a polgári, tehát ugye a jogkiterjesztést kell mindenképpen szerinte is végrehajtani, csak ugye még egyszer mondom, nem gazdasági oldalról közelíti. Ha a polgári alkotmánynak, malaszt, alkotmánynak malasztját, azaz kegyelmét és előnyét, a parasztság is érezni fogja, és azokban részesülend, azaz részesülni fog, ugye ez egy ilyen jövő idő, ami azóta már kihalt a nyelvből, bizonyja a szívén fog annak fennmaradása és öregbedése feküdni, tehát a szívén fogja viselni a, a ennek a jogrendnek és az alkotmánynak a, fennmaradását és a, a hatását, ahelyett, a helyet, hogy most, tehát hogy a mostani állapothoz képest, mert most pont nem érdekli a jobbágyat, hogy mi van az alkotmánya, mert úgyse részesül belőle szinte semmilyen módon, midőn alkotmánynak inkább csak terheiddel de használt, majd nem is érezni, vagy ellenséges idegenkedéssel van az iránt. Tehát ugye, ahogy mondtam, jelen pillanatban nem érzi az alkotmányt védőerőnek a jobbágy, hát nem is volt az a számára, itt a rendi alkotmány volt a rendeket, a nemeseket, és hát kis százalékban a polgárokat védte meg természetesen a papságot, de a jobbágyokat nem. Ezen akar változtatni Vesérényi, és ezért tartja annyira fontosnak a, a társadalmi változásokat, nyilván a gazdaságiek mellett. Engedjetek még meg egy szót, majd egy, hát mondjuk egy pár percet Veselényi és Szécsényi kapcsolatáról, mármint barátsági kapcsolatáról, és a, a hasonlóságaikról és különbségeikről. Először is nézzük a tankönyvi forrásokat, vagy forrást Szécsényi Naplói 1821-ből. Veselényi Miklós közelebbi megismerésével igen sokat nyertem vele, örökké szoros és felbonthatatlan barátságban fogok élni, érzem ezt. 1821. Tíz évvel később. Te veszekedni és újat akarsz húzni a kormányjal. Én is, csak hogy nem most gyengeségünk közepette, ugye ez a kolera lázadás idején van, hanem, majd, <coughs> hanem ha majd erősebbek leszünk. Te egy szomorú darab hőse kívánsz úgy szólvá lenni, tehát egy tragédia hős akarsz egy tragikus hős akarsz lenni, én pedig sikert kívánok én téged mindig igen-igen becsülni és szeretni foglak. Tehát itt már azért kijönnek a különbségek. Veselényi reformokat akar, gyors reformokat akar, radikális. Széchenyi pedig azt mondja, hogy vigyázni kell, mert ez, ez visz minket, vagy veszélybe visz minket. És akkor ugye Veselényi Széchenyiről. Barátságom Széchenyivel igen őszinte és bizalmam erős jellemében igen nagy. Tehát, hogy őszinte a barátságom, és az, hogy ő egy erős jellemű ember, sziklaszilárna hiszem, hogy Széchenyi gazdag, az éppen olyan kevésé az ő érdeme, mint az én hibám az, hogy szegény vagyok. Tapasztalatai és szelleme nem birtokai adják meg neki túlsúlyát felettem. Tehát a tapasztalatai és a szelleme, ami miatt ő jóval nagyobb nálam, és nem a birtokai. Ha jövedelmei rangja birtokai tízszer is többet érnek az enyémnél, enyéimnél, hiszem, úgy érez és gondolkodik, mint én. Tehát, hogy egy tízszer gazdagabb főnemesről van szó, de mégis a közösség, tehát a, a lelki szellemi közösséget érzi vesérény, És akkor nézzük, ugye Veserényi és Széchenyi családi hagyományok következtében Széchenyi gazdasági megközelítésre ö, ö, ha az inkább azt részesíti előnyben, hát felszerényi, hogy az említettem az apját, ő meg, ő meg politikai megközelítést, az érdekegyesítést szeretné. Nem akar konfliktus, konfliktust Ausztriával, és tart Oroszországtól, ugye gazdasági megközelítéshez irányul ez is. Vállalja a konfliktust a dinasztiával, pont nem érdekel, ide nekem az oroszlánt is körülbelül. Tömegmozgalmak elvetése, Szécsényi, széles rétegekre kíván támaszkodni. Ez ugye már az érdekegyesítésből fakad, hogy kiszélesíteni az érdekeltek körét és támaszkodni rájuk. A rendi sérelmi politika elvetése jellemzi Széchenyit, míg a rendi sérelmi politika hagyományaiból következnek a, a gondolatok. Ami a kettejükben közös, az a haza és a haladás. Nemzeti felemelkedés, ugye itt a magyarságra kell gondolni, és a haladás a polgári átalakulás, tehát a feudalizmus lebontása. Ez a közös célja mindkettejüknek, és ezért dolgoznak mind a ketten, még ha időnként külön úton is. És végül kerüljön ide Széchenyi gyakorlati tevékenysége, hiszen hogyha majd ezt a tételt húzzátok érettségiből, mármint Széchenyit, akkor feltétlenül kell erről beszélni. Nagyon sok illusztrációt választhattam volna ehhez a, ehhez a diához, de inkább ezt a, a bolondos illusztrációt választottam, a, a DVD borítót, vagy a DVD-nek az elejét, Eper és Károly főszereplésével megtekinthető a Hídember című film, ami annak ellenére, hogy egy eléggé nagy költségvetésű propaganda film, annak ellenére nem teljesen rossz, tehát vannak benne kifejezetten él, él, élvezhető és értékes elemek. Hát vannak benne persze nyilván ostobaságok és, né és némi helyen vagy néhány helyen túlzás is, és tehát nem biztos, hogy mindig abból a szempontból mutatja be Széchenyét, ahogy, ahogy számomra szimpatikus. Plusz még van benne egy latin mondat, az is rosszul, de ennek ellenére a film értékes, tehát javaslom egyébként megtekintésre. Bajotok nem származik belőle, az biztos. Nézzük tehát, hogy milyen gyakorlati tevékenységet vitt véke mert hogy azon túl, hogy ő nagyon sokat beszél, hogy így jó, meg úgy lenne jó, ö, ellentétben másokkal ő csinál is valamit, tehát nagyon-nagyon sokat tesz az országért. A kaszinó és a lóverseny egybe tartozik. A kaszinó az ö, ugye nem csupán szerencsejáték hely, nem csupán arra szolgál, hogy az hogy eljátsza az ember a pénzét a tipmixen, megtegye a, a fradit az MTK ellen, vagy nem tudom micsodát, hanem arra szolgál, hogy a magasabb társadalmi rétegeknek egy olyan állandó, fix találkozási helyet biztosítson, amely ebben az időben Magyarországon nem létezik. Az arisztokraták, az értelmiségi, haladó szellemiségű emberek nem nagyon tudnak egymással találkozni állandó helyen, hanem legfeljebb a bálokban, meg ehhez hasonló nagy társadalmi rendezvényeken. A kaszinó gyakorlatilag az angol klubok mintájára születik meg. Aként is funkcionál, tehát az a célja, hogy lehetőséget biztosítson a társalgásra, mert minél többet beszélgetnek egymással, annál több ötletet kapnak a másiktól, hozzá tudnak szólni, meghallgatja, hogy a másiknak mi a problémája, mi a gondja, mi a baja tud rajta segíteni, közösen gondolkodni. Ez egy, ez egy gyakorlatilag szellemi katalizátorként funkcionálna. Mind a mellett egyébként nyilván szórakozási hely is, tehát az sem elvetendő, de nem az a fő funkciója, nem az a fő szerepe. A lóverseny ugyanezt a célt szolgálja a lóverseny, tehát a lovas sportfejlesztésén túl. Nyilvánvaló fontos abból a szempontból, hogy a, hogy a, a lóversenyt meghonosítja Magyarországon, és a többi, és a többi. De ehhez képest, ehhez képest az, hogy, hogy társadalmi helyet biztosít a magas társadalmi rétegek számára, ez sokkal fontosabb és sokkal lényegesebb. Ezért olyan nagy jelentőségű ez a két hely, mert hogy össze tudnak találkozni az emberek, és együtt tudnak gondolkodni. A további tevékenységei inkább gazdasági jellegűek. A gőzhajózás fejlesztése és támogatása először a Balatonon, aztán pedig a Dunán és a Tiszán ugye nem csupán, nem csupán ilyen turisztikai cél van, ez nem jellemző ebben az időben, hogy túl sokat sétahajózának az emberek, hanem inkább, hanem inkább a gazdasági célból a szállítás felgyorsítása érdekében. Ahhoz, hogy a Duna és a Tisza megfelelően hajózható legyen, és sokkal kiszámíthatóbb legyen a, a, a maga a vízállás, szükségesnek tartotta a Duna és a Tisza szabályozását, ugye ebbe tartozik bele a vaskapu is, ami, ami, egy nagyon jelentős gátrendszer. A Duna és a Tisza szabályozásával nem csupán a hajózást terelte gátak közé, tehát a hajózás lehetőségét biztosította, hanem a Dunát és a Tiszát terelte gátak közé, nagyon sok holt vagy nagyon sok holtágat alakítottak ki a mindenféle kanyarok levágásával, és ezzel a termőterületet hihetetlen nagy mértékben kibővítette ne felejtsük el, hogy a Duna és a Tisza két oldalán, hát hogyha csak ilyen 5-5 kilométert vagy 5-10 kilométert számolunk ártérnek, már pedig annyit nyugodtan lehet számolni, akkor, és kiszámoljuk, hogy mondjuk milyen hosszú a Duna, meg milyen hosszú a Tisza Magyarországon, akkor, hogyha mondjuk a kettőre csak 500 kilométert számolunk, ami nyilván azért ennél jóval hosszabb a két folyó, és ezt megszorozzuk mondjuk 10 km-rel akkor is 500 x 10 az 5000 négyzetkilométer, amit, ami, amivel kiterjesztette a termőterületeket, mert ezeken a területeken természetesen kiváló termőt, tehát szántóföldeket lehet kialakítani, kiszámíthatóan lehet őket innentől kezdve művelni, és nem kell tartani attól, hogy elönti a Duna vagy a Tisza ezeket a területeket. A Lánchíd, amiről ugye a Hídember remek címet megfogalmazták, a lánchíd a, abból a, a törekvésből fakadt, hogy egész egyszerűen logikus lenne összekötni a két várost, Budát és Pestet. Ebben az időben ponton híd létezik, azaz egymás mellé rögzített hajókra rakott pallókon lehet átkelni Budából Pestre. És azt mondja Széchenyi, hogy hát ez eléggé idejét múlt, és célszerű lenne már egy állandó kőhíd. Arról nem is beszél, hogy az első szöget a nemesi adózásba közterviselésben nagyjából ez a híd tette bele ennek az építményébe, mert hogy ezt a hídet úgy tervezte Széchenyi, hogy a nemesek is fizetni fognak majd rajta az átkelésért. Más kérdés, hogy, hogy ő maga Széchenyi konkrétan egyszer sem kelt át a, a hídon, tehát mire elkészült ő addig már nem nagyon tudott rajta mászkálni. Természetesen a vasútépítés is nagyon-nagyon fontos számára, ezért is rengeteget harcol és rengeteget kardoskodik, hogy, hogy a vasútépítés támogassa Magyarországon, hogy fejlődjön a vasútépítés, csak úgy, mint az iparosítás, az iparfejlesztés. A gazdaság, a gazdaság az ő elméletében nem csupán mezőgazdaság természetesen, hanem ipar is, csak erről nem nagyon szoktunk megemlékezni, mert ez nem annyira kézenfekvő, mint a, mint a problémái. Hát ennek nagyon egyszerű a magyarázata van, mondjuk kb. 10-11-2 milliós magyarság, ne bocsánat, Magyarország és Erdély együtt, és ebből meg kb. mondjuk 11,5 millió jobbágy. Az iparosok jóval kevesebben vannak, de pontosan azért, mert a cégek is gúzsba kötik a, a kezeiket, meg hát nyilván a habsburg birodalom politikája is sem tesz jót az ipar fejlődésének. Ezeket szerette volna Szécsényi lebontani, ezeket a, a falakat. Hogy, hogy meginduljon végre Magyarországon is az iparfejlődés. Ez egyébként majd a, majd a dualizmus korában szökken szárba leginkább, amikor ténylegesen sikerül ezeket véghez vinni, és meg is lehet nézni, hogy micsoda hihetetlen gyarapodást fog elérni Magyarország. Tehát ebből a szempontból is igaza lett. Kosut nevezte előtt a legnagyobb magyarnak. Az a kosut, akivel egyébként parára nem volt jóban Szécsényi, Végignéző az elméletét, az elméleti munkásságát és a gyakorlati tevékenységét, azt lehet róla megállapítani, hogy hát nem méltatlanul nevezte a legnagyobb ellenfele a legnagyobb magyarnak. És nem maradt más hátra, mint hogy a források ismertetésével megköszönjem azt, hogy kitartottatok idáig. Hogyha kérdésetek van a az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor írjátok meg, igyekszem válaszolni, hogyha valamit rosszul mondtam, akkor elnézést értem, természetesen előfordulhat ember vagyok. Hogyha tetszett a videó, lájkoljatok, vagy iratkozzatok fel a csatornára, mind a kettőért hálás vagyok. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, és már csak egy dolgot kérek, ne felejtsetek el mosolyogni. Sziasztok!